A Nyíregyházi Állatpark kaliforniai oroszlánfókái a nagy hőségben is láthatóan jókedvűen szórakoztatják a nagy érdeműt. Naponta többször is bemutatják tudásukat a park vendégeinek. És a Humboldt pingvinek is nagy melegben előszeretettel lubickolnak, akár órákon át a számukra kialakított medencében. A főemlősöket forróságban jeges csemegékkel kínálják gondozóik, míg az elefántokat naponta többször tömlőből locsolják meg. A kánikulában mindenkinek jól esik a frissítő zuhany, így van ezzel Jászmin, Motki és Tánja is. A Nyíregyházi Állatpark legnagyobb fegyvere hőség esetén az árnyékot nyújtó fa, ebben pedig bővelkedünk, hiszen az állatpark egy 35 hektáros tölgyerdőben található. Parkunk különlegessége, hogy kontinensen kutatjuk be földünk élővilágát, így egy nap alatt az egész világot meg lehet tekinteni. Legtöbbször ilyenkor a sarkvidék lakóira kíváncsiak, hogy vajon ők hogy bírják a nyári meleget. Velük sincsen probléma, hiszen nem győzzük hangsúlyozni, hogy például a jegesmedve, amely az északi sarkvidék ikonikus lakója, ők is Európa más-más állatkertjéből jöttek. Nyilván ilyenkor rájuk különösen figyelünk, legyen szó jeges csemegéről, klimatizált barlangról vagy feszített víztükrös medencéről, de az itt élő 5000 állat kiválóan érzi magát, hiszen árnyékot nyújtó fa mindenhol megtalálható. A nagy hőségben a jegesmedvék szívesen úszkálnak és játszanak, hűsítő medencéjüket rendszeresen igénybe veszik. Az állatparkban több állatfajnál dagonyázó helyeket alakítottak ki, amelyek különösen a vastagbőrűek körében közkedveltek, mivel a sár védelmet nyújt a napsugarak és az élősködők ellen. A gondozók emellett naponta többször ellenőrzik az itatókat és az abban lévő víz mennyiségét. A park gondozói külön figyelmet fordítanak az óceánárium akváriumainak vízhőmérsékleteire, egyes halfajták ugyanis érzékenyek a víz túlmelegedésére. Az állatok ekkor a melegben reggeltől délelőtt 11 óráig és délután 4 órától aktívabbak, célszerű tehát ezt az időszakot kihasználni az állatpark meglátogatására.